Sziasztok, Vajda Máté vagyok, a Divatikon legújabb riportere, és itt vagyunk egy egészségügyi napon, melyben a zöld pajzs terméket is bemutatták nekünk. Itt van mellettem Keleti Andi. Szia, Andi! Szervusz! Odafigyelsz az egészséges életre is, hogy mégis hogy nyilvánul ez meg? Amikor megszületett az első gyermekem, akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy miket lehet adni egy babának, mik a legegészségesebb tápanyagok, és egy igazán akkor irányult a figyelmem az egészséges táplálkozás felé. És hát gondolom, igen, mint te két gyermekes anyuka ebben az időszakban, hogy említették is, ez a megfázós időszak, ez a szezon a ősztől tavaszig, gondolom ebben te is jobban lefélsz a gyerekeidre is. De ahogy az évek múlnak, egyre inkább az anyai praktikák kerülnek előtérbe, egyre ritkábban szaladunk az orvoshoz tulajdonképpen, ahogy itt is elhangzott, hogy bizonyos betegségek a tünetekből elég jól diagnosztizálhatóak, tehát ha ezek nem súlyosak, nem járnak nagyon magas lázzal, vagy több napig tartó lázzal, akkor ezeket többnyire már anyaként rutinból is tudom kezelni. De hát a legfontosabb dolog mindig azért mégiscsak a megelőzés, már amennyire ezt meg lehet előzni, hiszen az iskolában a gyerekek közösségben, összezárva egy teremben, ha oda bekerül valamiféle baktérium, vírus, akkor ott aztán szerintem mindenkin átmegy a betegség. Hát ez így van, és mit gondolsz azokra a termékekre, amiket most bemutattak, ez a zöld pajzs? Használtál már, ugye mondták, hogy 100 éves múltja van ennek, és hogy használtál már belőle valamelyiket? Én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen figyelemre méltó termékek, mert hogy szerintem mint minden anya arra törekszünk, hogy nem annyira laboratóriumokban elkészített gyógyszerekkel etessük a gyerekeket, hanem minél inkább olyan termékekkel, amelyiknek eredeti gyógynövénytartalma van, és ezek tipikusan ilyen növények. Itt magunk is kipróbálhattuk egy kicsit, mert hogy gyömbérből lehetett például, vagy borsment. Te mit éreztél, miután megittál egy ilyen teát, hogy felfrissültél, üdébb lettél? Én gyömbérteát próbáltam, és egyébként egy nagyon kellemes tapasztalás volt, mert nagyon finom, annyira finom, hogy még repetáért is visszamentem, és el is határoztam, hogy holnap reggel az egész családnak előadom. A gyerekek ugyanis nálunk nagyon szeretik például a gyümölcs teákat, de még magával a gyömbérrel sosem próbálkoztunk, nagyon finom a citrommal és a mézzel, és abban már tulajdonképpen elég sok hatóanyag benne van, ami egyébként ezekben a gyógykészítményekben is megtalálható, és nagyon jók ezekre az influenzás megbetegedésekre, vagy mondjuk a megelőzésre. Köszönöm szépen!